Köszöntöm Önöket! Mai adásunk vendége Német Ágnes, Bálint Ágnes írónő hagyatékának őrzői, akivel egy picit nosztalgiázunk, ma beszélgetünk frakról, a macskák réméről, de a vízipók csodapókról is. Tartsanak velünk! Ágnes, Ön a Bálint Ágnes hagyaték őrzője, és a művésznő egyik lánya. Mit jelent egy ilyen hagyatéknak az őrzőjének lenni? Mennyire fontos az, hogy ez tulajdonképpen jó kezekben legyen, és jó kezekben maradjon? Borzasztóan fontos valóban, és nagyon nehéz munka, mert nagyon sokrétű. Kezdve onnan, hogy az ember figyel a kiadások, a könyvkiadásokra, figyelni kell a szerződésekre, ki kell találni mindig mindent, ami országszerte viszi a hírét. Most ezért nagyon beletettük magunkat a tavalyi év volt, egy ilyen emlékévünk volt a 100. évfordulóra. Hogy ez is 100 éve született, Bálint. Igen, a születésének a 100. évfordulójára. Hogy emlékezzenek még rá az emberek, mert azért gyorsan megy az idő. És ez feladatokkal jár. De azért azt lehet tapasztalni, gondolom, hogy főleg a kisgyermekes családok az, akiknél előkerül Bálint Ágnes. Igazából azoknál kerül elő, azoknál a nagyon rendes embereknél, akiknek most is innen is köszönjük, hogy akik továbbadták, még a nagymamák továbbadták a gyereküknek, és a gyerekük továbbadta a mostaninak, legalább 3 generáció óta folyik még az ő, szóval még mindig megvan a művészete. Több generációs az egész. És hogy látja, hogy ez a mesehallgatás, a meseolvasás, az mennyire van jelen így a mindennapjainkban? A gyerekeknek? Uh-huh. Hát én úgy látom, hogy nagyon nincs jelen. Nem is érnek rá a szülők, egész másfajta világ van. Ezért örülünk neki, hogy most az évforduló kapcsán az egyik újonnan kiadott régi meséjéből a diafilmgyártó csinált egy kis, az egyik epizódból csinált egy diafilmet. Ez melyik mese? Ez a, nem ismerjük, mert most jelent meg először igazából, Fanny a modern tündér. És ott is megbeszéltük, és a szülők is megbeszélték, és mindenki mondja, hogy nagyon jó annak, akinek van még diabetitője, vagy egyáltalán ebben a műfajjal foglalkozik. Nagyon fontos a gyerekeknek a fizikai kapcsolat. Egyébként most újra lehet kapni diavetítőt. Tehát, már régebben is lehet, egy ideje mindig lehet kapni, csak hát nem túl nagy a piaca, de hál' Istennek mindig lehet kapni. Különben ez egy nagyon érdekes könyv, amit ő gyerekkorában írt, gyakorlatilag gyerekkorában, mert 14 éves volt, mikor megjelent. Az első összefüggő meseregénye, és úgy gondoltuk, hogy ennek az évfordulónak a kapcsán, hát ha érdekel embereket, hogy honnan indult egy most már sikeres írónő. És azért a Holnap kiadó szerencsére fölkarolta és kiadta. Beszéljünk egy kicsit erről az évfordulóról, mert ez a 100. évforduló nyilván egy kerek dátum, és nyilván rengeteg rendezvény, rengeteg feladat kapcsolódott ehhez az időszakhoz Bálint Ágnessel kapcsolatban. Mik voltak azok, vagy mi az, ami még Önök előtt áll? Ó, hát sok mindent csináltunk, főleg Vecsésen az emlékházában. Gondolom, hogy azt nem tudom, hogy mennyire tudjuk, hogy van, vezetünk Vecsésen az ő lakóházából csináltunk egy úgynevezett emlékházat, ahova jöhetnek a gyerekek, felnőttek is, körülnézhetnek, megnézhetnék, hogy ő hogy élt, kérdéseket tehetnek föl, és játszhatnak fönt is az első emeleten, meg az udvaron is. Ott csináltunk mindenféle nagyon jó műsorokat, olyat például, hogy szinkronizálni a gyereknek, hogy milyen hangon mondaná el mondjuk Fraknak a reszkesetek, macskák, vagy szóval ezt a bármifélét kicsi kis részleteket kivágtunk, és akkor ezt a jelentkező gyerekek szépen rendesen alámondták. Nyomdagépet hoztunk, hatalmas nagy nyomdagép jött ide, ami még a Táncsics korabeli. Most arra nem emlékszem, hogy pont tényleg abból a korból valódi-e, vagy csak utánozat remake, de egy nagyon tényleg lenyűgöző nyomdagép, ahol tudtak a gyerekek nyomtatni. Szóval egy csomó mindent csináltunk, ami bizonyos fokig kapcsolatban volt az ő működésével, tehát az írással. Aztán filmeket vetítettünk, nem tudom már elsorolni, hogy mi minden volt. A legfontosabb nekünk még novemberben, igaz, hogy októberben volt konkrétan a 100. évfordulója, de novemberre a
Momkultban csináltunk egy megemlékező estet, ahol különböző emberek beszéltek róla. Czakó Ferenc külön a mi kérésünkre csinált róla egy homokanimációt. Ott mutattuk be, ott hangzott el ez a bizonyos diafilm is, árusítottunk is. És nagyon reméljük, hogy majd föl tudjuk tenni a YouTube-ra, vagy valahova az internetre, és akkor szélesebb közönség is fogja látni. És ön Bálint Ágnes gyermekeként hogy emlékszik vissza Bálint Ágnesre? Mindenki azt mondja, hogy az ő szülei a legzseniálisabbak és a legaranyosabbak, természetesen mi is azt mondjuk, de szerintem ő tényleg különleges ember volt, mert nem is tudom, hogy fogalmazzak, nem veszekedett soha. Tehát én ilyet nem láttam. Én, aki folyton vitázok mindenkivel, és soha nem mondta a dolgát, hogyha valami úgy gondolta, hogy neki az fontos, akkor azt elmondta, de ha a másik ellen mondott, akkor visszavonulta. Ő elmondta, amit akart. Szóval nagyon kevés az olyan ember, akivel nem lehet veszekedni, ez az egyik. Aztán csupa-csupa jó tulajdonsága volt, nagyon óvta az életnek a minden formáját, tehát ő volt az első, aki környezetvédő műsort indított a tévébe, a Kuckó című műsorunk, amit idén majd csinálunk is belőle valamit, mert van már egy ilyen ökonapunk, amit tavaly kezdtünk, és annak kapcsán azon belül majd megemlékezünk a Kuckóról is. És mindig vidám volt, mindig derűs volt, optimista világfelfogású, szembe apámmal, aki pessimista volt. Mindig volt a családban a vita, hogy most akkor mi legyen. Hát nem tudom, szóval jó volt vele élni, az az igazság. Segítőkész mindenkinek, nem csak a családnak, mindenkinek mindig segített. Csupa, nem tudok olyan rossz, egyszer gondolkoztam rajta pár évvel ezelőtt, hogy vajon milyen rossz tulajdonsága volt, és nem nagyon találtam semmit, amire azt mondanám, hogy igazán rossz tulajdonság. És egy meseíró a gyerekeinek fejből mesélt, vagy mesekönyvből olvasott? Egyiket se. Tényleg? Egyiket se, hát nem volt ideje. Borzasztó nehéz élete volt az 50-es években, amikor mi kicsik voltunk, hogy lehetett volna nekünk olvasni. Akkor az apám elvesztette az állását, ő neki kellett elmenni különböző fordítónak különböző helyekre. Ugye be kellett járni Vecsésről Pestre, amikor még nagyon hosszú volt, azt hiszem 50 perc volt a menetidő, és onnan még tőlünk az állomásig még egy negyed óra. Úgyhogy nagyon törődés volt az egész, neki kellett hozni haza a tejet, mert akkor nem volt még vasárnaponként semmiféle üzlet már nyitva, illetve hétvégén. És akkor azért nem élt rá, volt még nekem az apai nagyszülők is velünk laktak, és ők öregek voltak, és semmit nem tudtak csinálni. Tehát a két kisgyereket, a két nagyszülőt, az állatokat, mert ugye állatokat is tartottak, hogy meg tudjanak élni. Na most mire ezt megcsinálta, neki már nem volt semmiféle ereje arra, hogy nekünk meséljen. Mikor kicsit nagyobbak lettünk, akkor pedig azt csináltuk, hogy akkor meg azért nem volt rá ideje, mert akkor már a tévébe dolgozott, és az meg ugye elszippantja az egész, egy teljes embert kíván. Rengeteg mindent kellett kitalálnia, meg kellett írnia, ugyanúgy a bejárás. De akkor az az előnyünk megvolt, hogy tudtuk olvasni, amiket írt. Amikor megírta, ott azon melegébe, hogy úgy mondjam, azon melegébe mindjárt kikapkodtuk a gépből és elolvastuk. De nem mesélt nekünk. Nem tudott, nem volt ideje rá. De azért annak idején, amikor nem volt 1000 darab tévécsatorna, az, hogy valakinek az anyukája a tévében dolgozik, hogy egy picit ilyen, tehát ebbe a színes szagos világban egy kicsit bennfentesnek érezheti magát, ez nem volt egy ilyen különleges dolog gyerekként? Nem, és tényleg nagyon érdekes, egészen más világ volt. Akkor még nem volt ez a celebség és egyáltalán ismertség, semmi. Olyan természetes volt, hogy ő ott dolgozik, mint a másiknak meg Pék az apukája. Úgyhogy ezzel mi nagyon belülről nagyon imádtuk, és nagyon büszkék voltunk, de úgy nem jutott eszünkbe, hogy ezzel kérkedjünk, vagy bár egyáltalán megbeszéljük az osztálytársakkal. Ez tényleg furcsa, mert éppen lehetett volna, lehet, hogy mi voltunk olyanok, de se a húgom, se én, egyikünknél se volt, hogy ezt így kitettük, hogy jaj, hát ő ott dolgozik. És mik azok a mesék, amiket így említene, amik Bálint Ágneshez köthetők, mert nem biztos, hogy minden tévénéző vagy minden hallgató ezeket ismeri. Hát főleg, mert már nem mindegyiket adják. Tehát a legelső volt a Mi újság a Futrinka utcába, ami egy nagyon okos kolléganője meglátása szerint az első
na, hogy hívják ezt, első szappanopera volt a Magyar Televízióban, gyakorlatilag igen, egy utca élete, mindennapos élete. Aztán nem tudom már a sorrendet, igazából a Mazsola, talán ezt még ismerik a gyerekek. Neked ezt azért elég sokat malac, ismételték, igen, is. Mert azt még ismétlik is. Ezek mind megvannak könyvben is, csak hát mondjuk könyvben az ugye nem jut el olyan sok gyerekhez, mint a sorozat. És akkor a frak, ami a kedvencünk, gondolom neki is az volt a kedvence, mert az egy igazi kutya volt, azt a férjem hozta haza. Igen, volt otthon akkor egy frak kutya? Volt, hát nem fraknak hívtuk, de akiről ő írta, azt mi csibésznek hívtuk még akkor, de ő nevezte el a... És cicák is voltak? Cicák mindig voltak, de nem így, hogy fekete meg fehér, és nem a frakkal együtt, hanem az a két cica az esszenciájának, a rengeteg cicának, akik nekünk évtizedek alatt voltak. Nagyon ismerte a jellemüket, úgyhogy azt látszik is. Mindent megcsinált. Aztán van a vízipók, amit egy biológussal, Kertész Györgyel írt együtt. Nekem gyerekként a vízipók voltak a kedvenc. Igen, mert az már későbbi, úgyhogy az még belefért a gyerekkorba. Aztán nem is tudom, van-e még több sorozat, aztán már talán nincs. Szokták szeretni a Szeleburdi család című könyvét, amiből ugye két filmet is csináltak. És hát azon kívül vannak még könyvei úgy külön is, például a legelső könyve az Elvarázsolt egérkisasszony, vagy a második a Cimborák, amiben a édesapámmal való szerelmi problémáit írta le, persze nem szerelemként, hanem barátságként, egy cica meg egy sün közti barátságként, ahol ugye közbelépett egy fekete nyuszi, egy nyúl, egy nyaraló nyúl, és a szép kapcsolatot szétdúlta, és aztán persze happy end, úgyhogy... De akkor tulajdonképpen ő ezeken a gyerek meséken, vagy gyerektörténeteken keresztül azért nagyon komoly felnőtt problémákat is meg tudott fogalmazni, vagy ki tudott írni magából. Igen, erőt eszem, hogy kihagytam a Kukorita sorozatok közül, ami kimondottan felnőtt. Uh-huh. Úgyhogy nem is igazán értem, hogy a gyerekek hogy tudják szeretni, valószínűleg azért, mert sok benne a szaladgálás, és hogy Kukori mindig pórul jár, és azt szívesen nézik. Mert hát ez egy az egybe felnőtt probléma, hogy a feleség otthon dolgozik, és a férjének meg mindenféle külön útjai vannak. Tehát általában ő olyan, hogy szeretik a felnőttek és a gyerekek is, mert valóban így van, hogy nem az a kimondottan gyerekkönyv, hanem tényleg beleveszi az élet és a valóság problémáit. Tehát úgy írja a meséit, nem... sárkányokkal, nem királynőkkel, meg tündérekkel, meg nem tudom mi, illetve hát a tündér van, az nagyon ritkán, azt hiszem két könyve van tündérrel, de ott is azért a valóság benne van, hanem a valóság elemeiből csinál meséket. Hát igen, meg azért ezek azok a mesék, amiket mondjuk az én szüleim generációja, meg a vízipó kapcsán, azért én magam is felnőttem. Tehát nyilván azért alattunk, ugye jönnek a fiatalabbak, és fiatalabbak érdemes nekik ezeket a történeteket átadni. Hát igen, át kéne, igen, meg kár lenne elveszni, mert a vízipók is rengeteg tudást ad át, annélkül, hogy a gyerek észrevenni, hogy most őt tanítják. Biológiában nagyon-nagyon sok minden benne van. Minden epizód valami konkrétumról szól, hogy mit tudom én, milyen lepkék, meg tudják változtatni a színüket, rózsabogarak valamik, már nem emlékszem részletesen. Tehát alapvető tudományos dolgok vannak szépen meseformában leírva. És Fecsésen a művelődési házam, mondja Bálint Ágnesról kapta a nevét. Azt is igen, róla nevezték el. Tehát, hogy mondjuk ezek a kulturális közegek azért folyamatosan életben tartják az ő emlékét, vagy szerintem az önök munkáját is segítik. Abszolút, nagyon-nagyon rendes önkormányzatunk van, de szabad így mondani, meg polgármesterünk. Tényleg bármit kérünk, nem szoktunk túl sokat kérni, de ha valami problémánk van, akkor mindig nagyon segítenek. És amikor viszont önnek születtek gyerekei, ott volt meseolvasás? Hát azt hiszem nem. Tényleg? Nem, mert nekem volt egy édesapám akkor, hát mert én is bejártam uh-huh. dolgozni, viszont otthon volt már az édesapám, és a nekem egy lányom van, és őt nagyon sokba nevelte, nem az, hogy nevelte, de rengeteget voltak együtt az édesapámmal. Ő hozta, vitte az óvodába, és el tudom képzelni, hogy ő mesélt neki, és akkor még élt a nagymamám, aki nekünk is rengeteget mesélt. A mindenféle Grimm meséktől kezdve, rémmesékig, úgy
úgy tudott már, mint a nagymamám, olyan hangulatot tudott teremteni, máig se tudom megfogalmazni, hogy hogy csinálta, hogy délelőttök, egy egész délelőtt után se engedtük el, csak az ebédnél engedtük el, hogy végre hagyja, hogy abba hagyhatja. Nem tudom, mi lehetett. Én nem igazán tudtam, vettem egy-két könyvet annak idején, mikor nagyon kicsi volt, és akkor verseket olvastam, a Tamkós Irató Károly, meg ilyesmit, de úgy konkrétan mesékre nem igazán. Akkor már volt tévé. Igen, a tévé az ilyen szempontból így el tudja vinni. Bár én például most azt látom, hogy a mostani fiatal szülőknél meg újra visszatér a tévé dacára a gyerek, a meseolvasás. Nagyon helyes. Tényleg van ilyen tapasztalat? Igen. Nekem a környezetemben kisgyerekes szülők mind olvasnak mesét a gyerekeknek, főleg az anyukák. Nem, persze, mindig igen, a legtöbb helyen úgy van. Igen. Hát ennek nagyon örülök. Én nem voltam az az olvasós típus. Meg alapvetően szerintem például egy kisgyerekes családnál az is egy nehéz dolog manapság, hogy ha ő például könyvet szeretne a gyereknek, tehát hogy olvasni szeretne, olyan őrületes túlkínálat van, hatalmas, tehát hogy én magam is az unokahúgomnak próbáltam mesekönyvet venni, és azt se tudtam, hogy milyen irányból gondolkodjak, mert hogy nyilván az ember szeretne valami olyat, ami azért értékes, nem butaság, kornak megfelelő. Igen, valóban nehéz. Mi is időnként elmegyünk egy-egy könyvesboltba, és nem tudnék én se választani. Igen, hogy őrületes dömping van. Igen. Hát mert azért, mert gyakorlatilag már csak vagy leginkább a gyerekkönyveket veszik. Ami kicsi a gyerek, addig az ember mindent megad neki. Utána aztán már kevésbé. És Bálint Ágnes művei közül mik azok, amik jelenleg megtalálhatók a könyvesboltok? Gyakorlatilag majdnem mind. A fontosabbak mind megtalálhatók. Uh-huh. Mazsola is van, Futrinka, Szeleburdi. Kukorit, igen, azt most újították föl a kiadást. A Mazsolát annak idején kiszínezték, mert fekete-fehér volt az első könyv. Tényleg? Igen, még a sorozat alapján, mert a sorozatból való igen, képek... Igen, a sorozat is fekete-fehér. Igen, volt. Persze, olyan rég volt. Én teljesen az. Színesre emlékszem. Hát azért van az, hogy vannak ezek a másodlagos jogok, hogy lehet gyártatni tikót, gumimazsolát, mit tudom én mit. És az összes mazsola ebből a korból mind rózsaszín. Mert a szerencsétlen gyártó nem tudta, hogy neki zöld mazsolát kell csinálnia, mert hogy nem látta, fekete-fehér volt. És aztán, mikor kiszíneződött a tévé, akkor mindenki föl kiáltott, hogy hát mazsola zöld, nem is tudták. Igen, hát ezt akkor azért nem nagyon lehetett tudni. Igen, tehát ki kellett színezni, elég hamar a kiadónak ki kellett színezni a mazsolát. Mi van még? Minden, gyakorlatilag minden könyve megkapható, ha valaki meg akarja venni. Frakból két kötet is van, a Frak és a Foci, meg a Frak a macskák réme. Azt hiszem mindet felsoroltam. Ugye az emlékév az tavaly volt, de azért gondolom, hogy egy csomó program áthúzódik, minden egy októberi dátumról beszéltünk, áthúzódik azért az idei évre is. Nem, olyan nagyon nem. Amit még szeretnénk csinálni, ami nem fért már bele tavaly, két könyvet tervezünk még. Egyet Becsésen van egy nagyon okos és ügyes és szimpatikus tanárbácsi, egy fiatalember, aki történész, történelemtanár, és mindent kikutat minden városból, ahol éppen lakik és dolgozik, és rengeteg mindent kikutatott a házról, ahol van az emlékház, ahol anyám lakott, illetve hát mi is laktunk. Tudnélik, az egy nagyon érdekes ház, mert a sinabároéknak, gondolom a inspektorának, nem tudom magyarul, hogy hívják manapság, tehát a gazdatiszt, aki ott dolgozott, annak a házába, mikor eladták, az Andrássy grófék vették meg, Andrássy Aladár, és valószínűleg emiatt Sziszi elkezdett arra járni, Vecsésre járni, vadászni. Úgyhogy a ház mellé építettek egy alsószobát, meg egy felsőszobát, két kis kiszolgáló helyiséggel. Úgyhogy ez szerintem nagyon érdekes. Most is megvan még az a csigalépcső, a gyönyörű szép régi csigalépcső, ahol Sziszi járkált, és akkor gyerekek Sziszi lába nyomán mennek föl az emeletre. Úgyhogy igen, érdekes. És bocsánat, csak nem fejeztem be, hogy akkor igen, azt a könyvet, ő akkor annyi mindent kikutatott erről, hogy megkértük, hogy írjon róla egy könyvet, hát talán nyáron, mikor a tanároknak idejük van, akkor talán meg tudja csinálni. A másik pedig, hogy ő nem igazán van helyre téve, nincs róla komoly
magyarázat, meg nem jelent meg róla semmi. Úgyhogy megkértünk egy szintén egy másik tanárulat, hogy írjon egy monográfiát. Mert úgy vettük észre abból, amiket írt, hogy nagyon tudná követni Bálint Ágnes, nem is tudom, magát Bálint Ágnes, tehát pontosan ugyanúgy érti a humorát, ugyanolyan az életfelfogása. Úgyhogy most indult el, hogy ezt őt megkérjük, és nagyon remélem, hogy talán idén azt is megírja, és akkor lesz egy tényleg egy igazi monográfia, ami egy komoly igazi monográfia, hogy el legyen ő helyezve ebbe a mai, vagy illetve a múltkori gyerekirodalomba. És ön, hogyha épp nem Bálint Ágnes hagyatékát őrzi, vagy ezt gondozza, mivel nyilván rengeteg feladat van, ahogy ez most így elhangzott, akkor mivel tölti az idejét, mivel foglalkozik, mi a hobbija, mit csinál szívesen? Hát rengeteg van valóban, úgyhogy a lányom rengeteget segít. Nagyobb a család, van még a húgomnak is két lánya, de ők vagy külföldön laknak, vagy vidéken, tehát ők kevésbé tudnak ebbe. Gyakorlatilag a mi családunk viszi ezt az egészet tovább. Ó, hát én rengetege mindent tudnék csinálni amúgy. Még dolgozunk a férjemmel még mindig, aki baleseti sebészként megy nyugdíjba, és most biztosítónál dolgozik, és szakvéleményeket ír. Azon kívül most például nyakig benne vagyok abban, hogy karácsonyfadíszeket gyártok. Méghozzá nosztalgikus karácsonyfadíszeket. A miénk alapján nagyon régi karácsonyfadíszeink vannak. Gondolom még a 19. század, nem, bocsánat, de igen, szóval a 20. század elejéről való lehet mindegyik, és azok alapján megcsinálom újra, gyerekeknek is megcsináltam. De ezek melyikek, ezek a fém díszek? Nem, ez egy nagyon furcsa dolog, úgy hívják, németül tudom, magyarul nincs rá nevem, hogy velencei harmat. Egészen mikroméretű pici kis üveggömbök, amiket ráragasztottak papírlapra, és akkor olyan furcsa, hogy amikor megforgatja az ember, és másként esik rá a fény, az a teljesen semleges, fehéres felület hirtelen fölízzik. Mintha kigyulladna belülről valami. Ezt gyerekkoromban nagyon imádtam. Általában gyűjtöttem a régiségeket, régi játékokat gyűjtöttem. Most már nem gyűjtetek, mert nincs több helyem. Hát igen, ez a gyűjtésnek általában ezt szokott végezni. Most már el kellene adni, meg kéne fordulni, és el kellene adni, de még nem jutottunk oda. De hát azokat meg ki lehet javítgatni mindig, úgyhogy kertészkedni szeretek, amire éppen van idő. Szóval nálam nincs az, hogy unatkozzak. És érdekes, hogy az anyám írt egyszer egy olyan mesét, hogy a rém, amivel a gyereknek a félelmet okozott az a rém, az az unalom volt. És az volt a vége, hogy ha így és így csinálod, akkor soha többé nem lesz problémád ezzel a rémmel, ami az unalom. Tényleg így van, szörnyű lehet unatkozni. És önök valamilyen formában megjelentek a Bálint Ágnes mesékben, mondjuk ön és persze, a testvére? Persze, hát mi vagyunk a Mazsola. Igen? Hát a nyilvánvaló volt két gyereke a Mazsolába, ő azt, most találtuk meg ezt a mondatot, hogy azért írta a Mazsolát, hogy segítsen megmutatni az anyukáknak, hogy milyen problémák vannak a gyereknevelésben. Tehát beleírta a velünk való problémáit, mindegyiket egy az egybe, fölismertem őket. Meg hát az is, hogy a nagyobb gyerek, aki azt hiszi, hogy ő a világ közepe, az voltam én valószínűleg, és akkor a húgom, aki teljesen csöndes, pont olyan kis csöndes volt, mint a Tádé. Hát aztán ott van édesapám több formában is, mert ugye van a férje oldal, ott van Károly bácsiként, aki mindig elveszti a metszólókat, szó szerint így volt. és akkor a nagyapai oldala meg van egy olyan könyv, hogy Labdarózsa és a Labdarózsa lámpája. Amikor a lányom 3 éves volt, vagy legalábbis egy 3 éves gyerekről szól, még csak a húgomnál még csak az első gyerek volt meg, de már volt egy kis unokaöcs, és akkor erről a 3 gyerekről, és apámról, hogy milyen szeliden és milyen tündérjen tudott velük foglalkozni. Hát jó volt egy kicsit nosztalgiázni, és nekem is így eszembe jutottak ezek a gyerekkori meseélményem, a Frakból, a Mazsola és Tádéból, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt volt, és ezt megosztotta velünk. Köszönöm, én köszönöm, hogy jöhettem.